Köszönöm itt a Pont FM 88.1 stúdiójában Lukács Lászlót, a tankcsapdának az alapítóját és frontemberét. Szervusz! Hello, üdvözlet, szia! Nem sokára 20 évesek lesznek, hiszen 1989-ben alakultatok, most 2008-at írunk, jövőre 2009 lesz, teljesen logikusan. Biztos, hogy nagy banzájjal készültök. Mindenek előtt lenne egy kérdésem hozzád. Miért egy nagy E a zenekarnak a logója? Hát aki ismeri a zenekarnak a nevét, pontosan látta már leírva vagy lerajzolva ezt a bizonyos tankcsapda kiírást, ezt a bizonyos logót. Azt láthatja, hogy a tankcsapda szóban a T betűnek van egy ilyen nyíl az alján. Igen. És ezt a T betűt használjuk a zenekar ilyen egyfajta emblémájaként. Ennek van különböző mindenféle mutáció, ennek a T betűnek kisebb, nagyobb, kövér, sovány, színes, fekete feje, stb. Az a helyzet, hogy amikor a zenekar megalakult, ez annyira régen volt, hogy akkor még használtunk írógépet. Ezt a mai tínédzserek talán már nem is tudják, hogy mi az írógép. A lényeg, hogy amikor a zenekar nevét először egy plakát gyártása során egy sima asztal írógéppel leírtuk, akkor a P betűt ütő ilyen billentyű, vagy nem tudom minek hívják ezt, ilyen kallantyú, el volt csúszva, és ahogy leírtuk azt, hogy tankcsapda, a P betű kicsit le volt csúszva, és az alján volt egy ilyen kis tintás paca, ilyen kis kosz volt. És nagyon kellett sietnünk, fénymásolni akartunk ilyen plakátokat, nem ragozom, és a lényeg, hogy ott most mit csináljunk ezzel, mert nyilvánvalóan elcsúszott, csúnya volt a dolog. Semmi gáz, azt a tintapacát egészítsük egy nyillá, és gyakorlatilag egy, mondhatjuk úgy, hogy véletlen módon megszületette a többi betűhöz képest lentebb csúszott nyíllal az alján rendelkező P betű. És aztán mégis az a P betű kezdett egyre jobban mutálódni, különböző alakokat, formákat ölteni, és végül is így alakult ki ez a bizonyos P betű embléma, mint a tankcsapdának egyfajta szimbóluma.